Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a Winchester XPR 2018-as Sporter névre keresztelt változatát. Gyakorlatilag ennek a fegyvernek az elődje a fekete szintetikus tusú XPR. Ez a fegyver viszont egy picit közelebb áll az európai vadászok szívéhez, mivel egy gyönyörű első osztályú török diófatussal készül. Dizájnra ugyanolyan elemeket tartalmaz, mint a szintetikus tusú változat. Az előagy alsó része kellemesen széles, jól tenyérbe fekszik, ezáltal jól fogható a fegyver. Az oldalán lévő halpikkely minta pedig csúszásmentességet biztosítja. Megfigyelhető, hogy a fegyvernek a tus felső részénél található egy marás, ami szintén az új begyeknek egyfajta támasz jelent, ez is nagyon kényelmes. A markolati részen szintén megtalálható ez a halpikkely, illetve a tus végén az Inflex technológiás gumi, ami óriási lövéskomfortot biztosít, gyakorlatilag nincs ütése a fegyvernek. A fegyver az ismert kaliberekben kapható, 56-66 cm-es csőhozban. Maga a cső vége nagyon érdekes, mert sülyeztett. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, mintha egy peremmel lenne ellátva. Ez a mechanikai sérülésektől védi a cső véget. A szép barnított cső, abszolút korrózióálló. A tár erősített műanyagból készül, egy szintetikus tár, amiben alapesetben standard 3 lőszer fér be. Könnyen és gyorsan cserélhető, tényleg egy pattintással, egy mozdulattal. Nyilván aki hajtóvadászatra megy és több lőszerre van szüksége, az rendelhet hozzá opciósan egy nagyobb teljesítményű tárt. Az elsütő billentyű környékén lévő sátorvas szintén szintetikus, nagy keménységű, nagy szilárdságú műanyagból készül. Nem hátrány a fegyvernél ez a szintetikus rész, mert könnyebb lesz tőle a fegyver, mint egy erős acéltártól. A zárdugattyú könnyen mozog, gyakorlatilag 60 fokban, ezért gyorsan lehet ismételni. A biztosító kétállású, a biztosító tetején található egy kis gomb, amivel a fegyvert tudjuk töltött állapotban is biztonságosan üríteni. Az oldalán lévő gombbal lehet az zárdugattyút a helyéről kivenni. Három reteszelő szemölcs van rajta. A fegyver csövén található céltávcső felszerelésére alkalmas két-két furat. Illetve ami még fontos, hogy a tusba be van építve a szíjkengyelnek a rögzítő szeme. Egyébként a fegyver nagyon barátságos áron, alig több mint 200 000 forintért kapható. Véleményem szerint akár hölgyeknek vagy uraknak teljesen megfelelő. Ez egy nagyon pontos fegyver. 100 méteren egy múlva, az is egy képzelt 3 centis körben helyezkedtek el találatok a lőtéri lövészet során. Egyrészt a pontosságát a szabadon lengő csőnek köszönheti, másrészt az elsütő rendszere is egy nagyon kellemes, hiszen egy széles elsütő billentyű található rajta, aminek gyakorlatilag nincs holtjátéka. Jobban érzékelhető a lövés, nem húz bele az ember a lövésekbe, illetve a Moa Trigger elsütőrendszer
egy saját fejlesztés, ami szintén a pontosságot növeli.